keleten és tőlünk délre keresztény embereket gyilkolnak. Napi szinten átlagosan 12-13-at. A keresztény üldözés a jelenlegi legsúlyosabb emberjogi válság, jelentette ki Azbej Trisztán, az üldözött keresztények megsegítésért felelős államtitkár. Az a küldetésünk, hogy ezeket az embereket megvédjük, illetőleg óvjuk Magyarországot azoktól az eszméktől és szervezetektől, akik üldözik szerte a világban a keresztény hit követőit. A mi hozzáállásunk az az, hogy nem a bajt kell Magyarországra hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Megvédjük Magyarországot, ez szolgálja minden olyan intézkedés, amivel megállítottuk a migrációt az elmúlt időszakban. Ugyanakkor a gyökérokokat is kell kezelni, és a válaszunk a világ problémáira nem merülhet ki abban, hogy egy kerítést építünk, ezért indította a magyar kormány a Hungry Helps programot. Ez egy nemzetközi segítségnyújtási program, amivel odavisszük a humanitárius segítséget, ahol emberek üldöztetéssel néznek szembe, ahol embereket fegyveres konfliktusok sújtják. A Hungary Helps mozgalom az elmúlt 5 esztendőben közel 500 000 ember számára tudott segítséget nyújtani a Közel-Keleten, Közép-Európában és Afrikában. Ez egyrészt mutatja a magyar embereknek a nagyvonalúságát, hogy keresztényeket és más szenvedő embereket segítünk, másrészt pedig a magyar emberek érdekét is szolgálja, hiszen több mint 500 000 ember esetében lehetővé tettük, hogy a szülőföldön maradást válasszák a migráció, az európai irányú migráció helyett. Hosszú távon az az egyik fő stratégiai elképzelésünk, hogy például a Közel-Keleten, ahol a fegyveres ütközetek és konfliktusok már elkezdtek csillapodni, a közösségeknek a tartós megmaradását szolgáljuk, segítsük azokat az intézményeket működtetni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tömegek ott tudjanak maradni. Ugyanakkor mindezzel együtt Afrika felé kell fordulnunk, mert a véres keresztény üldözés az ott kezdett most egyre súlyosabb helyzetet teremteni. A humanitárius segítségnyújtás azt akarja, mondja az államtitkár, hogy ahol támadás ér egy közösséget, oda a lehető leggyorsabban életmentő csomagok érkezzenek, élelmiszerekkel, takarókkal, gyógyszerekkel. Olyan háborús területeken, mint Irak és Szíria, nem csak lakóépületeket, iskolákat, templomokat építettek újjá a helyi közösségek a magyar emberek adományából a Hungary Helps programon keresztül, hanem Irakban például több települést is. Szíriában ennek az egyik látványos eredménye, hogy 3 héttel ezelőtt jártam egy olyan városban, ez Homsnak hívják, amit a háborúban elpusztítottak, az épületek gyakorlatilag megsemmisültek, magyar támogatással újjáépítettek több százat, és több száz olyan szíriai keresztény család van, amelyik már menekült táborokból tért vissza a szülőföldjére. Az az egyik fő stratégiai elképzelésünk, hogy például a Közel-Keleten, ahol a fegyveres ütközetek és konfliktusok már elkezdtek csillapodni, a közösségeknek a tartós megmaradását szolgáljuk, segítsük azokat az intézményeket működtetni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tömegek ott tudjanak maradni. Ugyanakkor mindezzel együtt Afrika felé kell fordulnunk, mert a véres keresztény üldözés az ott kezdett most egyre súlyosabb helyzetet teremteni. Afrikának a népessége az ugrásszerűen növekszik. Néhány évtizeden belül még 1 milliárd emberrel többen fognak élni Afrikában. Hogyha Magyarországnak a példáját nem követi Európa és a nyugati világ nagy része, és nem segít ezeknek a közösségeknek a helyben való életnek a megteremtésében, akkor ezek a tömegek el fognak indulni Európa irányába. A Közel-Keleten a keresztény népesség aránya riasztóan csökken, mondja Azbej Trisztán. Irakban 1,5 évtizeddel ezelőtt 1,5 millió keresztény élt, és ez a szám mára addig több mint 200 000 főre csökkent. A Hungary Helps költségvetése átlagosan 5 milliárd forint körül mozog, de mi nem egy költségvetéshez szabjuk a támogatásokat, hanem a felmerülő igényekhez, tette hozzá az államtitkár.